Az időutazás sajnos túl nagy kockázattal jár. Talán mégis jobb lesz, ha a világegyetem másik örök rejtélyét tanulmányozom. A nőket. Kedves Brown professzor, laza 30 éves élettapasztalatommal azt kell mondjam, tökéletesen igaza van. És ha ehhez még hozzáveszik, hogy az időutazás ma még csupán egy teoretikus fikció, így a nők rejtélye igen gyorsan az első helyre ugrik. Manapság persze a tudósok szerint a legnagyobb rejtélye a sötét anyag, vagy az univerzum létrejötte, a Higgs bozon, esetleg a Földön kívüli élet kérdése, de ezek mind-mind eltörpülnek a nők ősi rejtélyének megfejtése mellett. Most kérem azt a kb. Három női nézőnket, hogy ne kapcsoljon el, itt nem egy hímsoviniszta fröccsögést fogunk az internetre okádani. Én még a régi csapat játékosa vagyok, tehát a divatja múlt kapcsolatokat preferálom. Csupán arról van szó, hogy szerintem az emberiség valószínűleg előbb lépi át a fénysebességet, mint hogy akár csak közel kerülni a női lélek rejtelmeinek megértéséhez. És ezzel nem csak mi nézők vagyunk így, hanem kitalált hím kollégáink is a széles vászon mesdjein. Nos, jöjjön hát a sci-fi és képregényfilmek 5 legviszontagságosabb, leghihetetlenebb, legmenőbb becsajozása. 5. helyezett Anakin Skywalker a klónok támadásából. Kezdjük az előzményekkel. Ani és Padi a baljós árnyakban találkoztak először, Anakin 9, Padmé pedig 14 éves volt. Tehát Anakin ekkor egyszerűen még túl fiatal ahhoz, hogy a lányok iránt érdeklődjön, hiszen a Harry még nem indították meg a micsoda csaj, meg kell, hogy hormonok termelését, és azt sem mondja nekem senki, hogy Padmé már akkor vonzalmat érzett egy 9 éves kisfiú iránt, mert akkor rögtön elhányom maga. Ezután eltelik 10 év, anélkül, hogy akár csak leveleztek volna is egymással. Na, most mindenki idézze fel, mi volt az életében 10 évvel ezelőtt, 2002 év elején. Nyilván mindannyiunk életében voltak nagy szerelmek, gondolom, nekem is, de ez nem azt jelenti, hogy ha most találkoznék egy évtized után akárkivel, akit szerettem, akkor automatikusan újból fellángolna a láva forró lamúr, és pláne nem kezdenék szánalmas könyörgésbe gyors menetért még egy Natalia Portman külsejű nő kedvéért sem. Megteszek érted bármit. Önérzet Anakin, önbecsülés. Jó, pörgessük fel kicsit a dolgokat. Most, tehát a baljós árnyakban Anakin 19, Padmé pedig 24 éves. A hosszú évek alatt gyűjtött statisztikák szerint azok a legharmonikusabb, legtartósabb kapcsolatok, ahol a férfi 3, max. 4 évvel idősebb a nőnél. Persze tudjuk, hogy semmilyen általánosítás nem igaz, érted? Illetve ezek földi tapasztalatok, egy messzi-messzi galaxisban ez működhet másként is, de hát hozott anyagból dolgozunk, ezek az adatok álltak rendelkezésünkre. Na jó, nézzük akkor ezt a teljesen életszerű, romantikus szálat. A női lelket mindenkinél jobban ismerő kreatív írói csapat, hát magyarul George Lucas egy szemében, szóval szerinte bőven elég, ha két vonzó külsejű, nemzőképes fiatal, drága számítógépek által generált, gicses hátterek előtt kettesben marad, és voilà, már is egymásba szerettek. Az abszolút lényegtelen, hogy 10 éve nem látták egymást, és anno is csupán néhány napot töltöttek egymás társaságában, így semmit nem tudnak a másikról, azon kívül, hogy az egyik 5 percenként átöltözött és gyökér haverjai voltak, a másik meg halálidegesítő kis pattanás volt. Kit érdekel, hogy egyáltalán nincsenek egy hullámhosszon? Lényegtelen, hogy Anakin az ultra-neoliberál pacifista Padmé előtt diktatúra párti eszméket vall. Úgy beszélsz, mintha diktatúrát akarnál. Lehet, ha az működik. Nem számít, hogy Ani kislányként siránkozik a főnöke háta mögött. Obi-Wan, ő az oka mindennek! Féltékeny! Megköti a kezem! Az se számít, hogy a Jedik elvileg nem csajozhatnak. Egyetlen barátnőjük Casey, esetleg néha benéz hozzájuk a balkezes idegen. Bár szerintem így egy elég frusztrált Jedi tanács üldögél a...
na mindegy. Az is mellékes, hogy ki tudja miért, de Padménak is tiltott egy kapcsolat. Nyilván minden nő álma egy pszichopata vadállat. Olyanok, mint az állatok. Levágtam őket, mint az állatokat. Gyűlölöm őket! Aki nem mellékesen tömeggyilkos is. Megöltem őket. Meghaltak. Mindent megöltem, mindent. És nem osztja Leon nézeteit. Nőt és gyereket soha. Nem csak a férfiakat, hanem a nőket is. Meg a gyerekeket is. Bizonyára minden nő ilyen apát szeretne gyermekei mellé. Szóval, mindezek ellenére Padmé nemhogy szimplán összejön Anakinnal, de három mészárlással és háborúskodással eltöltött nap után egyenesen feleségül megy hozzá. Ez igen, kedves Ani, valóban veled van az erő. Egyébként mekkora paraszt már ez az Anakin, hogy a saját esküvőjére a frissen amputált keze helyére operált robot kézre nemhogy nem készített egy olyan élethű kézfejet, mint annó Luke, de még csak egy kesztyűt sem volt képes felhúzni. De tök romantikus. Amúgy jobb lesz, ha vigyáz azzal a robotkézzel, nehogy összeroppantsa a felesége törékeny kis kacsóját. Mindezek tudatában egyszerűen nincs rá okuk, hogy... Szóval nem értem, mi a szerettek egymásba. Hol volt az a bizonyos pont? Mikor talált be Ámor nyila? Ja, hogy az erő kovácsolta őket össze. Aha, igen. A hidraulikus erő. Negyedik helyezett Kyle Reese, a Techcom egység még meg sem született őrmestere. Na igen, szegény Kyle barátunk a szétbombázott radioaktív szutymákos jövőben nőtt fel, így nem volt túl sok lehetősége a csajozás gyakorlására, kb. Mindenkit kilőttek mellőle, és bárki bármit is mondjon. Taníts, mester! Taníts! Akkor könyvet nem szeretsz olvasni. Rengeteg alkalommal, például szilveszterkor 10 másodperc alatt lekaptam egy csomó nőt. Ez sajna nem egy tanítható műfaj. Sokkal inkább gyakorlás és készség kérdése. Ezek hiányában elég durva handicappel indul Reese őrmester, és ez meg is mutatkozik a nem épp romantikus csajozós dumáin. Magát kijelölték megsemmisítés! A megsemmisítő üldözi. Hiába beszélne neki. Nem lehet szót érteni vele. Nem érez szána. Se gátlást, se félelmet. Nincs semmi, ami visszatartaná. Semmi, míg meg nem hal. Hát még mindig nem érti, mondja. Meg fogja találni. Egész biztosan. Ez a dolga. És nem tudják megállítani. Átgázol magukon, megtalálja, lenyúl a torkán és kitépi a szívét. Vagy ha épp nem szörnyhalállal rémisztgeti galambocskáját, akkor a legtöbb nő által rendkívül érdekesnek tartott tudománnyal traktálja szegénykét. Ez kiborg! Kibernetikus organizmus! Ide figyelj! A megsemmisítők veszivárgó egységek. Félig emberek, félig gépek. A belsejük golyóálló hiperacél karosszéria. Mikroprocesszoros vezérlésűek. Áthatolhatatlanok. De a burkolatuk emberi szövet. Az első benyomás mindig rendkívül fontos, mint az közismert. Szerencsétlen Kyle-ról Sára először azt hiszi, hogy valami bekattant pervers szociopata sorozatgyilkos, szóval nem indult túl rózsásan a kapcsolatuk. Emellett emberünk talán kissé túl rámenős is. Ugyan! Laza. Ráadásul még csak nem is egy konyha tündér. És mi lesz vacsorára? Plastikbomba. Jól hangzik. Na, a csajozásban megnehezíti még a dolgát, hogy már valaki más is ráhajtott Miss elképesztő frizurára, így kénytelen a T101-essel rivalizálni, aki pedig igen ügyesen veszi le a nőket a lábukról, vagy teszi el őket lábalól, hát nem tudom, valami láb van a dologban. Üldözik őt a rendőrök, a háborús flashbackjei, a megsemmisítő, és akkor nem elég, hogy ilyen zaklatott szituációban, sérülten, idegesen összejön neki egy köszörülés, de egy füst alatt meg is nemzi az emberiség jövőjének zálogát, a megmentőnket, John Connort. Aztán egy következő életében Higgs tizedesként még Ellen Ripley-vel is flörtöl az LV-426-on, miközben az idegenek... Ja, az már más...
harmadik helyezett a híres hongkongi képregényhős, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy a Hongkongban híres képregényhős, a városi vadász alias City Hunter. Vadász a legnagyobb pozőr a világon. Állandóan színészkedik, játsza az agyát, teszi a szépet, pózol a gyengébik nem előtt. Persze velem is előfordult már hasonló eset, hogy csak egyet említsek. Egyszer a doktor néném egy most teljesen irreleváns belgyógyászati okból kifolyólag felírt nekem kúpot. Jó van, hát ha felírták, kiváltom. Be is mentem egy bevásárlóközpont patikájába, ahol csupa durván jó csaj gyógyszerész Jány strázsált. Hát gondoltam, hogy kér az ember ilyen nőktől ilyen cuccot? Szevasz babám, adjál egy doboz anális végbélkúpot! Hát ezt csak nem mondhatom. Gondolkodtam, vártam a soromra, majd mikor oda kerültem, jó napot, mit adhatok? Kérek egy doboz C-vitamint. Más lesz? Nem! Ezután megsemmisülten átballagtam a szomszéd gyógyszertárba, ahol egy csapat idős mamika dolgozott. Na gondoltam, király, ez az én helyem. Mit adhatok? Egy adag kúpot kérek. Mire lesz? Nem tudom, felírták. Biztos vagyok benne, hogy már mindnyájan bemutattuk ezt a mutatványt, hogy az ellenséges, az ellentétes nem lenyűgözni kívánt egyedei előtt a legjobb formákat mutassuk meg. Próbáljuk mi pasik mindig a legszebb, legmegnyerőbb oldalunkat, a legjobb formákat mutatni a kiszemelt fehér nép felé, de Hunter kollega hajlamos átesni, hát nem a ló, hanem egyből a lófej nebula túloldalára. Nála nagyobb pózológép színészláda egyszerűen nem létezik az egész kozmoszban. Mindig, mindenhol pózol. Épp rommá verték, de ha egy csaj figyeli... City Hunter! Épp rejtőzködnek egy csapat terrorista elől, de amikor meglátja magát egy óriás kivetítőn... City Hunter! Állandóan játssza az agyát, és még saját szignálja is van. City Hunter! City Hunter! Vadász gyengéd a gyengébbik nemmel. Rendben. Most megtudjátok, ki vagyok. De annyi bizonyos, hogy nem róla fogják mintázni a monogámi társasjáték figuráit. Vadász ugyanis kanosabb, mint egy Viagra tápon nevelt, kiéhezett baknyúl. Ha egy csáklumpi eldől, ő már rá is veti magát, és jihá! Például miután Lara Crofttal lezúznak egy csapat bérgyilkost, simán lenyom vele egy lazarokit. De jaj, a konkurencia igen erős. Ejha, nem semmi apám. És emellett még igen rámenős is. Ám vadász, megérezvén az elcsábítás veszélyét, berobban az ablakon. Szavaitól elolvadnak a nők. Hogy merted? Ő a barátnőm! Barátnő? Mit hallottam? Mondd még egyszer. Ugyanúgy a feneketlen mélységbe taszajtja őket. Te állat! Te állat! Miután a fő ellenfél, vagyis a pályaúr vascsövekkel kezdi püfölni, és vadász úgy gondolja, hogy a puszta kezei elégségesek lesznek a hárításra, felszínre kerül városi érző lelke. Érzékeny férfi ő, aki nem szégyel sírni. Nos, így külön csajozásról nem beszélhetünk, hisz Huntert az egész film alatt két dolog érdekli. Az egyik a hasa, a másik a Na, hát egyébként ő tulajdonképpen kakuktojás, mert nem jön neki össze egyik nő sem. Ó, miért nem? Nos, nem tehetem meg. Én nem egyet akarok, hanem az összeset. Nem bírnám ki. De aki még agyrázkódás után kómába esve is sajozik, az abszolút megérdemeltem a jelen listánkon. Igen! Második helyezett. Nézzük először Mr. Dallas jellemvonásait. Corben nem éppen a szavak embere. Valószínű nem a dumájával vette le a nőket a lábukról. Nem is túl házias, egyszer már elvált, és a leendő anyós jelölt sem épp egy csajozó mágnes. Tessék! Corben, picinyem, eltértek az ujjai? Nem tudsz telefonálni? Szia, anya! 17-szer üzentem, nem ott vagyok a rögzítőt. Ezek 1000 évig tartanak! Káros szenvedélyektől nem mentes,
meggyűlt a baja a törvénnyel, és mindig zűrös ügyekbe keveredik. Dallas őrnagy, volna itt egy fontos küldetés. Milyen küldetés? A világ megmentése. Materialista divatemberként nem osztja azt a nézetet, miszerint a valódi szépség belülről fakad. Iceberg őrnagy magával megy, mint a felesége. Nem vállalom. Nem épp megbízható munkaerő. Hé, hey, haver, egész nap vár. Finger. Hol van a taxi? Jó a gép. Prímán megy. Így nem tudom, hogy lesznek képesek visszafizetni a flosztani frankos űrdeviza hitelüket. A konfliktus kezelési módszerek közül pedig mindig az erőszakosabb utat választja. Jöjjön valaki tárgyalni! Akar még valaki tárgyalni? No jó, ennyit Corberről, most nézzük a csajozást. Egy unalmas munkanapon óriási mázival egyszer csak gyakorlatilag az ölébe hull a tökéletes lány, akire egész életében vágyott. Ám virágelftárs is megmondta. Az élet nem egy havas torta. Sajnos eme bimbózó kapcsolat felhőtlen negét beárnyékolja a tény, miszerint a frissiben megtestesült gonoszság napokon belül el fogja pusztítani őket, és a világon mindenki mást. Mellékesen megjegyezném, mennyire imádom azokat a sztorikat, ahol a gonosznak bizonyos meghatározott időközönként alkalma nyílik a világ elpusztítására egyszer s mindörökre. Tehát például itt 5000 évenként megjelenhet, és hát meg is jelenik a gonosz, és elindul, hogy sötétséget hozzon az egész univerzumra. De nem csak újabb 5000 évre, hanem örökre! 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 Arról nem is beszélve, hogy 5000 év kozmikus viszonylatban néhány perc, másodpercnél is rövidebb időintervallum. Tehát ha egyszer nem sikerült, gyakorlatilag azonnal újra próbálkozhat. Hopp, ez nem jött be. Jó, akkor várjunk, ha... Na majd most! Megint nem sikerült... Várj! Akkor majd most! Ó, bazd! Na, térjünk vissza a filmhez. És téged hogy hívnak? Lilu minai lekarari valaminai csai, egvad de szabad. Nem értem, hogy a nők miért nem tudnak egyenesen válaszolni egy kérdésre. Szóval Corben szíve hölgyét álmában molesztálja. Kiderül, hogy egy büdös szót nem értenek a másik nyelvéből, és még csak a nevét sem képes megjegyezni. Jó, ezek után utaznak, bunyóznak, lőnek, robbantanak, majd egy elementáris orgazmust követően örökre egymásba havarodnak. Ez igen, Mr. Dallas. Tehát itt nem csupán arról van szó, hogy összejött egy gyönyörű nővel, hanem magát az ötödik elemet, a felsőbbrendű, tökéletes lényt sikerült meghódítani. Szép munka. Egyébként ki tudja, ezek után már lehet nem is elégszenek meg egy hagyományos köszörüléssel, és mindig ellopják a köveket, hogy az egyiptomi pásztorórákhoz kölcsön vegyék, és első helyezett Őrült Stone. Az Őrült Stone, avagy 2008 a patkány éve, eredetileg Split Second című brit sci-fi horror topless akciófilmből. Na igen, ezt megint csak sikerült tökéletesen lefordítani. Nos, az állva pisilők csapatának kétségkívül Stone a legkeményebb tagja. Egyszerűen olyan túl kemény tag, hogy belőle fogják építeni az első Marsra induló embervezető űrhajókat, és ezzel megoldják a kozmikus sugárzástól, a durva hőingadozástól, a napszéltől, mikrometeoroktól való védelem problematikáját. Na mindegy. Stone a férfi. Mostanság a 10-es évek társadalmában a női férfi szerepek, szerepkörök egyre inkább összemosódnak. A trendi fiúk trendi női cicanacikat hordanak, rinyálnak minden kis piszli csárendé probléma miatt, és még arra is odafigyelnek, hogy a hajtípusuknak megfelelő sampont használjanak. Mindezek tükrében tehát kőbarátunk egy sajnos mára már lassan feledésbe merülő férfi típus testesít meg. Az a fajta férfi, aki nem mosolyog, aki nem bókol, aki nem válik szögedi, hívzett, bojtos papucsán senki emberlánya kedvéért. Őt nem megkapják a nők, hanem kiérdemelhetik, rászolgálhatnak.
Stone-ban egyébként hihetetlen mód túlteng a tesztoszteron, szóval ő mindig vagy rángat valakit, vagy lő, vagy csajozik. Nagyjából ezt a három dolgot műveli az egész film alatt. Mondjuk az összkép akkor volna az igazi, ha a nem pisztolyos kezében konstans egy félig megrágott disznócsőgöt tartana, de ne legyünk telhetetlenek. Stone-t egyébként nem érheti a manapság oly divatos metroszexualitás vágya sem. Imádok masszírozni! Ez az. Lazítson szépen. Érzi, ahogy a feszültség egyre csökken a... Ide figyelj, apa föl. Fejezd be a buzerálást egy életre. Zsaruk vagyunk, világos? Stone csoki, nikotin és kávéfüggő. Nos, ugye mindjárt tudjuk, hogy ezen anyagok milyen hatással vannak. Szóval, hogy milyen lesz tőle a... Na szóval tudjuk. De aki nem ismerné ezen anyagok anatómiai effekcióit, egy rövid anekdotával szemléltetnénk a dolgot. Én egyedül bérlek egy lakást, így nyilván van egy pucér szobám, és nem is vágyom többre. Ennyi. Viszont vannak az örök nudisták, akiknek semmi nem elég. Szívük szerint még templomba is Ádám perjel Éva kosztümbe mennének. No, egy élelmes légitársaság kappa-kappán az Exli, Ebixli, Exciclip, szóval indított egy járatot, ahol ezek az Exi, Ebix, Eblix fonálisták a repülő útjukat is teljes pucérságban ülhetik végig. És itt jön a lényeg. Ezeken a járatokon nem szolgálnak fel se kávét, se teát, és dohányozni is tilos. Hát remélem most már mindenki számára világos a dolog. Magunk közt szólva azért egy ilyen kényszerleszállásra kíváncsi volnék, ahogy a csúszán csupa, szőrös, pullos, randa emberek csúsznak le. Hát, na én a tűzoltó lennék, tutira rájuk küldöm a 80 báros fűsugarat és ordítom, hogy ne! Randa pucér emberek! Takarodjatok vissza Sekföldre! Ezt az országot nem szálljátok meg! Takarmány! Kanyarodjunk vissza. Stone reggeli rutinja nem épp az a kimondott konformista piperkőc készülődés. Az embernek vigyáznia kell magára szerintem. Megfelelő étkezéssel, szigorú edzésekkel. Zuhanyozáskor hidratáló zselét használok, majd mézes mandulás zsúrlót. Vagy alkoholmentes, vagy kevés alkoholtartalmú aftershave-et használok, mert az alkohol szárítja az arcbőrt és öregít. A film egyébként 92-ben jött ki, de szerintem csak vártak vele, amíg a világ elég érett lesz hozzá, és valójában már a 80-as években elkészült. Az atmoszféra, a cselekmény, a dumák, Stone és kis oxfordi pajtiának, valamint Stone nőjének karaktere mind-mind echte 80-as életérzést emisszionálnak. Na ennyi Stone karakteréről, és most nézzük a csajozást. Spoiler! A sztori szerint a jövőben, 2008-ban Londont elönti a víz és a macsok. Majd, mintha még ez nem volna elég, a főhőst, Stone-t üldözőbe veszi a sátán. Akit először lőnek, de nem hal meg, aztán nagyobb fegyverekkel lövik, de nem hal meg, aztán idézem, elbaszott nagy fegyverekkel lövik, és végül meghal. Na jó, hát nem ilyen egyszerű a dolog. De! Hát rendben. Tényleg ilyen egyszerű a dolog, de ettől függetlenül még jó. Egyébként nem csak Stone-ra, de a bulicskájára is vadászik a sötétség fejedelme, tehát egy elég durva konkurencia ellen kell bizonyítania őrültnek. A 80-as, 90-es évek akciófilmjeiben a főszereplő ugye kötelező jelleggel meglátogat egy striptease bárt valamikor a cselekmény folyamán, nos ez a filmkapásból ezzel nyit. Stone egy nudibárban emberkedik. Gondolom senki nem lepődik meg, hogy egyből rá röpülnek a csajok, akiket vagy kőkeményen leszerel, vagy azon kegyben részesít, hogy gondoskodik róluk. Úgy néz ki, pisilnem kell. Vigyázna, amíg benn vagy? Na már, baby. Kösz. Hé, aztán nincs kukucskálás. Rendben.
Hát most politikailag teljesen inkorrekt leszek, de ugye vannak azok a típusú csajok, akiknek virágot kell tűzniük a hajukba, vagy full rózsaszínbe kell öltöznünk ahhoz, hogy egyáltalán tudják róluk, hogy ők valójában nők. Na, őrült nem ilyen bullereknél kopogtat. De akkor kit is próbál meghódítani? Kim Cattrall, aki később a Star Trekből, aki később a Sex és New Yorkból, hát így a valamelyik, tehát nevét nem tudom, nem nézem. Szóval a Sex és New York előtt a Sex és a félig előttött patkányfertőztet démon járta Londonban domborít. Tehát Stone egy igencsak méretes halat próbált méteres cigonya végére tűzni. Stone, ha csajozik, azt is kőkeményen csinálja. Az ígyszerekre nyilván nem ugrik rá. Ő inkább a halott társa és egyben legjobb barátja özvegyére startol rá. Első randiuk egy belvárosi 3D-s temetőben zajlik, ahonnan azonnal hazacsábítja a... hát... még Putrinak is csak erős jó indulattal nevezhető dört fészkébe. Aztán pisztollyal és meglehetős önbizalommal nyomul a zuhany alatt a nagy vadra, de ő tudja, hogy a női nem valójában azt jelenti, hogy hát a világon nincs férfi, aki meg tudná fejteni a nők reakcióit, így mérgében inkább az ördög után ered, de jaj, a sötét nagyúr rámart szegény Kleopátra frizurás post-pre barátnőjére, aki kórházba is került. No, hát itt őrült, miközben a lány siránkozik és kijönti démon járt a lelkének minden búját baján, Stone egy igen határozott smárral szedálja le őt. Aztán a film végén, a nagy cliffhanger pillanatban felrobbantják az ördögöt, és még tart a nagy robbanás, de Stone már szájjal, csőrrel ugrik a csajra. Meg se várja, mi lesz a vége. Lehet mindnyájan megsülnek, lehet rájuk omlik az alagút, meg se halt a sátán, de ő már... Drága Stone, kérlek taníts! Jaj... Nos, ennyi lett volna a szubjektív kis listlicskunk a filmes becsajozásokról, és most a hölgy nézőinek üzenném. Én is pontosan tisztában vagyok vele, hogy mi férfiak is meglehetősen bizarr entitások vagyunk. Aha! A világ változik, galaxisok pusztulnak el, de a nő, az mindig nő marad. Kelly, Kelly, we're gonna put this one away.